Eszkrima harcművészeti klubhoz való csatlakozásáról, a kezdetekről, a sportban elért sikereiről, a további terveiről és arról, hogy mit adott neki ez a harcművészeti forma, Dumján Tündével és Ökrös Flórával beszélgettünk. Dumján Tündével beszélgetek, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 11. leendő 11-es tanulójával, aki az eszkrímával nagyon szép eredményeket ért el. Hogyan kerültél kapcsolatba az eszkrímával? Először talán olyan 11 éves koromban, itt a Birkafőző Fesztiválon hallottam az eszkrímáról, ugyanis nekem akkoriban 2 osztálytársam már járt erre az eszkrímára, viszont én nem ismertem, és elvittek neki ennek az eszkrímának a bemutatójára, és ott kipróbálhattam magamat, és nagyon megtetszett maga a közösség, hogy mennyire barátságosak voltak már ott az idegenekkel, meg maga az egész sport. Aztán elmehettem az első edzésre, igaz a szüleim annyira nem díjazták még akkoriban, viszont elmentem és kipróbáltam önmagamat, és egyre jobban megtetszett, ugyanis önbizalmam lett ettől, sokkal többet lett a mozgás koordinációm, és ezáltal felszabadultabb lettem más közösségekben is, és megtaláltam önmagamat is. Lányként, fiatal lányként, miért pont ez? Nyilván ezt azért kérdezem, mert végülis ez egy harcos sport. Mert például az utcán nagyon nagy bátorságot ad és védelmet, mert mindannyian tudjuk, hogy azért az utcán a lányokat érik bántalmazások, például megszólnak minket, vagy oda jönnek hozzánk erőszakosan, és sokkal jobb így menni az utcán, hogy tudom, hogy meg tudom önmagamat védeni, és hogy nem lesz nagy baj, hogyha oda jönnek hozzám, vagy bármi. Volt-e már arra alkalom, hogy használnod kellett? Szerencsére még úgy igazán nem, és remélem, hogy ez így is marad, mert azért jobb félni, mint megijedni. Az osztálytársaid hogyan fogadták, főleg a fiúk, hogy te ebben a sportágban veszel részt, szerepelsz? Hát igazából szerintem úgy különösebben nem foglalkoznak vele. Nyilván tudom, hogy valamelyiküknek tetszik, vagy úgy érdeklődnek felé, de úgy különösebben nem, inkább csak így a közeli barátok mondták azt, hogy büszkék rám, és az jól esik. Milyen versenyen vettetek részt az elmúlt időszakban? Milyen eredménnyel és hogyan zajlott a felkészülés? Romániában voltunk Bukaresten az Európa bajnokságon. Több hónapon keresztül készültünk rá. Folyamatosan nekem reggelente voltak itt edzéseim minden nap a héten. Flórának pedig délután voltak, meg persze külön-külön, vagy együtt is edzettünk, meg ő is átjött sokszor hozzám, hogy gyakoroljunk. Szóval így a legtöbb időnket belefektettük, hogy nagyon jó eredményeink legyenek, és szerencsére ez így is lett. Mesélj arról, hogy hogyan zajlott a felkészülés. Ugye említetted, hogy nagyon sokat gyakoroltatok külön-külön, illetőleg együttesen is, de mégis hogyan kell ezt elképzelni? Mindig ugye bejöttünk, először bemelegítettünk, hiszen ez nagyon fontos. Utána pedig mi zenés formát csináltunk, meghallgattuk a zenét nagyon sokszor, mondta, hogy rá kell hangolódnunk a zenére, és élveznünk azt, hogy ez látszódjon rajtunk, hogy lazának kell lennünk, és magabiztosnak. Kellett egy úgymond egy ilyen harcias nézést, egy modort felvennünk. Például a páros formán meg kellett tanulnunk összehangolva mozogni teljesen, hogy ne csúszunk el. Ez nagyon fontos volt, mert meg kellett úgy kicsit olyan lazábban mozognunk, hogy ne érződjön a feszültség és a stressz. Neked mi a későbbi terved, illetőleg van-e későbbi terved ezzel a sportággal? Hát úgy igazából van, mert szeretnék még több fokozatra levizsgázni, emellett több versenyre is eljutni, és remélhetőleg szép eredményt elérni. Karcagi Nagykun Református Általános Iskola leendő 8. osztályos tanulójával beszélgetek szintén az eszkrimáról, a versenyről, az elért szép sikerekről. Na de kezdjük az elején, te hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a sportággal? Hát nekem az apukám ajánlotta ezt, mert hát én nekem nem nagyon tetszett soha az ilyen harcművészet, de utána mondta, hogy ez nem csak arról szól, hanem itt önvédelem is van, és hogy ezzel meg tudnám magam védeni esetleg az utcán, ha bajba keveredek, és hát utána azt mondtam, hogy jó, akkor kipróbálom, de először hát eléggé féltem ettől, de utána jártam rendszeresen, és minden jobb lett. De mi volt a félelmed fő oka? Hát én nem tudom, igazából soha nem voltam önbizalma, soha nem volt önbizalmam, semmi ilyesmi, és tartottam attól, hogy ez se fog így sikerülni, hogy nem leszek jó benne.
De ez nyilván nem így lett. Az osztályközösség, ugye te még általános iskolás vagy, most leszel végzős. Hogyan fogadta, főleg ugye a fiúk, hogy egy ilyen férfias sportágban állsz helyt? Hát egyébként meglepődtem, mert nagyon örültek neki és bíztatnak, meg mostanában ők is mondták, hogy nekik is megtetszett, és hogy szeretnék ők is kipróbálni, mert jól néz ki. Volt-e arra példa, hogy esetleg meg kellett magadat védened az utcán? Hát szerencsére még nem, viszont sokszor volt már olyan, hogy például az osztálytársaim, még amikor kisebb voltam, akkor hát csak viccből ugyan, de piszkáltak, és most már vissza tudok vágni, hogy ne, tehát igen. Nagyon szép eredményt értetek el, az előzőekben ez már elhangzott. Számodra mit adott? Hát a mozgásom nagyon sokat fejlődött ebben a felkészülésben, mert hát eddig nem volt ilyen ennyire jó mozgásom, illetve önbizalmam sokkal több lett, és hát teljesen jó volt, új volt, kipróbáltuk magunkat, és minden jól ment. Milyen hatások értek téged? Hát én nagyon izgultam, viszont érdekes, mert én amikor izgulok, akkor sokkal jobban teljesítek egyébként, de aztán felszabadultam ott a végére, és utána már tényleg nem izgultam egyáltalán. Hogyan tervezed, mit tervezel a jövőben ezzel a sporttal tekintetben? Hát én szeretném folytatni, mert tényleg ettől nagyon önbizalmas lettem, tehát kimerek állni már több ember elé, beszélni és ilyenek, és hát szeretnék még több fokozatra is vizsgázni, hogy egyre jobb legyek.